hogy annyira még nem figyelt magyar sportvezető, sportoló Brüsszelre, mint amennyire az elmúlt időszakban ezt tette. Tavaly július közepe, július vége óta nem telt el úgy hét, és az utóbbi pár hónapban, joggal mondhatom, hogy nem telt el úgy nap, hogy ne hívtak volna sportvezetők, hogy hogy áll az ügy, hogy áll az adótámogatási rendszer, egy szóval, hogy áll az Európai Bizottságnak a véleménye. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez az elmúlt egy év arra is jó volt, hogy minden sportvezető megtudta és megtanulta, hogyha a parlament dönt egy adótörvényről, akkor az Európai Bizottságnál azt még jóvá kell hagyni. A nagy érdeklődést nagyon jól mutatták azok a konzultációk is, amiket a Sportállamtitkárság szervezett, hogy a szakma még a sporttörvény benyújtását megelőzően, várhatóan ugye valamikor majd össze fogjuk tárgyalni, hogy a szakma a törvény benyújtása előtt elmondhassa a véleményét, és nem csak Budapesten, hanem összesen 4 helyszínen több száz klub, több ezer sportvezetője élt ezzel a lehetőséggel. Élt azzal, hogy végre valahára meghallgatják a véleményét, hogy végre úgy születik egy törvény, hogy ő ahhoz hozzáteheti a saját szakmai tudását, és elmondhatta a véleményét arról az adótörvényről, arról az új támogatási rendszerről, amiről tavaly már döntöttünk, és ami most ismételten itt van előttünk. Én magam pécsi képviselőként abban voltam érdekelt, hogy ez a konzultáció Pécsre érkezzen. Elsők között egyébként Budapest után az első nem budapesti helyszín az Pécs volt, és engem is meglepett, hogy nem volt olyan pécsi klub, nem volt olyan sportszakember, aki ne jött volna el erre a komoly több órán át tartó konzultációra. Közel 100 klub, egyesület, cég, sportcég képviseltette magát. És azt hiszem, nem is kell meglepődnünk ezen a fokozott érdeklődésen, amit az elmúlt egy év óta mindannyian tapasztalunk, hiszen ha végig gondolunk, hogy 2002 óta a Medgyessy és Gyurcsány kormányi időszak alatt miképp romlott a sportnak a megítélése, miként lett a sport az első helyről másod vagy harmadrangú kérdés, akkor azt hiszem mindannyiunk számára egyértelmű, hogy miért is tartják olyan nagynak ezt a támogatási rendszert, és miért is köszönik meg több sportszakmai vezető sok fórumon, hogy a parlament elsők között 2-3 hónappal a felállását követően már lényegében döntött a sportnak a megjavítása érdekében. Az elmúlt 8 évnek azonban sajnos meglett az eredménye is, hiszen most csak 8 évről beszélek, a heti rendszerességgel sportolók aránya 20%-ról mérhetően 9%-ra esett vissza, mára pedig eljutottunk oda, hogy a felnőtt lakosság 70%-a egyáltalán nem sportol. Ez az elmúlt 8 évnek az eredménye, de ne felejtsük el, hogy a rendszerváltás egyik nagy vesztese maga a sport, hiszen a sportegyesületek száma a felére csökkent, és ezzel együtt a rendszerváltás időszakától a rendszeres, igazolt sportolók száma is hatodára zsugorodott. Nem beszélve pedig azokról a sportterületekről, azokról a sportolási lehetőségekről, ahol ma már sajnos nem sportolni, hanem inkább mondjuk vásárolni lehet, hiszen sok régi sporttelepre beköltözött a piac, és kereskedelmi áruházak nőttek ki az egykori kapuk mellett. Önök 11 hónappal ezelőtt nem értették a gyorsaságot, mi pedig, amikor akkor is fölfestettük a sportnak a jelenlegi helyzetét, nem értettük, hogy önök miért nem értik azt, hogy 2 hónap után igenis változtatni kell, amilyen gyorsan csak lehet. Ma már jól tudjuk, hogy jó döntés volt tavaly júliusban behozni az adótörvényt, hiszen az Európai Bizottság csak is úgy veszi komolyan hazánkat, hogyha már nem egy amúgy sok esetben még változó, szétszedhető koncepciót, hanem a parlament által elfogadott törvényt
viszünk eléjük. És bár, ahogy említettem, az előző kormányok alatt kivéreztetetté vált a sport, és már a tavalyi évben is azonnali szükség volt az a plusz támogatási rendszer, amit ma ismét tárgyalnunk kell. Már az idei szezonokban is jó lett volna, hogyha a látványcsapatsportok élhettek volna ezzel a lehetőséggel. Mégis úgy gondoljuk, és akik ismerjük az Európai Bizottságnak a igencsak bonyolult adminisztratív, helyenként bürokratikus rendszerét, akkor egyetértünk, hogy az elmúlt egy év, bár a tekintetben hosszú volt, hogy azonnal kellett volna a csapatoknak a támogatás, de ismerve a bürokráciát, az európai bürokráciát, igenis egy gyors döntés született. Gyors és sikeres egyeztetésen vagyunk túl. Gyors, hiszen ne felejtsük el, hogy ez a támogatási rendszer egyedülálló, egyfajta kuriózum Európában. Ez az első olyan adókedvezmény támogató rendszer, ami a sportot hivatott szolgálni. És gyors, hiszen annak ellenére, hogy egy egyedülálló rendszert vezetünk be Európában, az Európai Bizottság nem húzta az időt, és saját magához képest viszonylag hamar választ adott a felmerült kértésekre. Sikeres, említettem. Sikeres, hiszen az eredeti törvényjavaslatot, amit 11 hónappal ezelőtt fogadtunk el, mindössze 90%-ban elfogadtak, tehát mindösszesen közel 10%-os változásra tettek javaslatot, és talán a legnagyobb eredmény, hogy az új törvény, amiről most tárgyalunk, 9 új jogcímmel sikerült kiegészíteni, az új törvény 9 új jogcímmel bővült. Nem titok, voltak módosítások, például a támogatási intenzitás tekintetében. Hiszen, hogyha még emlékeznek képviselőtársaim, eredetileg egy évvel ezelőtt arra tettünk javaslatot, hogy az utánpótlás nevelés támogatás esetén 100%-os legyen a felhasználható összeg. Ez azonban ellenkezik az Európai Bizottság véleményével, az európai normával, hiszen azt javasolják, hogy önerőre minden esetben szükség van, ezért a mostani törvény már 90%-os támogatási intenzitást ír le, azért, hogy az az európai elv, amit egyébként más pályázatoknál is jól látunk, miszerint az önerő, a saját teljesítés benne legyen, ez érvényesüljön. Csökkent a támogatási intenzitás egyébként a létesítményfejlesztéseknél is. Egy évvel ezelőtt 80%-os támogatási intenzitásra tettünk javaslatot, most az önök előtt álló tervezetben 70% szerepel. Ez egy kis csökkenés, de ha belegondolunk abba, hogy milyen állapotban vannak ma a sportlétesítmények, milyen állapotban kell az utánpótlásnak napról napra felkészülnie a versenyekre, és hogy eddig milyen lehetőségeik voltak a saját igencsak lerobbant létesítményeik felújítására, mindannyian pártállástól függetlenül egyetérthetünk abba, hogy egy hatalmas lehetőséget kapnak a klubok, szervezetek, és ezáltal az utánpótlás. Változás és lényeges változás a profi klubok működési támogatása, hiszen az első egyeztetés során is világossá vált, hogy az Európai Bizottság nem támogatja a profi sportolók fizetését, tehát nem engedi, hogy az adókedvezményből profi sportolók, elsősorban profi labdarúgók fizetését támogassuk. Viszont sajnos nem támogatta azt a kompromisszumos javaslatot sem, hogy az egyéb 50%-os működési költségekre lehessen felhasználni ezt a támogatási rendszert. Gondolok itt az edző, pályaedző, gyúró, technikai személyzet béreire. Tehát ilyen módon ez utóbbi korábbi javaslatunk is kikerült a mostani törvényből. A legeredményesebb módosulás pedig
Az adókedvezmény rendszerének a kiterjesztése a látványcsapat sportágak mindegyik szintjére. Hiszen egy évvel ezelőtt még vitatkoztunk arról, hogy jó-e az, hogy csak az NB1-es, illetve a másodosztályú csapatok élhetnek ezzel a lehetőséggel. Ma az önök előtt álló törvényben már mindegyik szint, mindegyik klubja igényelheti ezt a támogatási rendszert. Erre ugye azért is van szükség, mert nagyon sok kis csapat nehéz anyagi helyzetbe került az elmúlt időszakokban. Sok önkormányzat már nem képes támogatni a kis csapatot, azt a kis csapatot, ami egyébként nem csak sportról, hanem az adott település identitásáról és összetartó erejéről is szól. Ma már eljutottunk oda, hogy ezeknek a kis települések, kis csapatainak a nevezési díjakat, a játékvezetők kiküldetési díjait is igen nehéz kifizetniük, és ezzel a mostani módosítással ezen a problémán tudunk nekik segíteni. Változik és bővül az a pont a törvényjavaslatban, ami az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási törvényt módosítja, rövidebben és ismertebb nevén az ECHOM, hiszen ugye tavaly évben sokat érveltünk amellett, hogy az ECHO-t ki kell terjeszteni a sportra is, meg kell szüntetni azokat a káotikus viszonyokat, ahogy ma a sportolókat, főleg a profi sportolókat finanszírozzák és fizetik. Tudjuk nagyon jól, hogy a sportoló bére mellett szinte 100%-ban van egy marketing szerződés is, ahol a jelentősebb juttatását megkapja, úgy, hogy egyébként ezáltal védelemben nem részesül a szövetség abban az esetben, hogyha nem fizeti ki a sportolónak a juttatását, amúgy jogos juttatását, akkor nem tud kellő védelmet biztosítani. Pécsi képviselőként azt hiszem, nem tudom elégszer hangsúlyozni, főleg, hogyha olvasták az elmúlt két hétben a női kosárlabda körül felmerülő elszámolási gondokat, hogy miért fontos az előbb említett ECHO-nak a bevezetése, és miért fontos, hogy egy nagyon szigorú ellenőrzés legyen. Hiszen bár ez nem menti fel a klubokat, de azért ne csodálkozzunk azon, hogyha visszaélést tapasztalunk, mondjuk egy nagymúltú pécsi klubnál a női kosárlabdával, akkor, amikor a törvényi szinten is káosz és szabályozatlanság van. Tehát a mostani törvénynek a másik nagy jelentősége, hogy egy központosított ellenőrzés alapján biztosítja a támogatásokat, tehát a támogatási igényeknek egy előzetes ellenőrzési szűrőn kell, hogy átessenek, és ezzel nullára lehet csökkenteni a formai hibákat és az ebből eredő kockázatokat. Folytatva az ellenőrzést, szintén új elem a jelenlegi törvénytervezetben, hogy a sportszervezeteknek szigorú rendszerint negyedévente könyvvizsgálóval hitelesített módon kell majd a támogatásról elszámolniuk. Úgy, hogy a könyvvizsgálónak egyébként vagyoni felelősséget kell az elszámolás mellé tenniük. Tisztelt képviselőtársaim, a jelenlegi végrehajtás reményeink szerint július 1-től lép hatályba, és július 1-től már élhetnek is a támogatási igényekkel a sportszervezetek a Nemzeti Sportintézetnél. Reményeink szerint a 2011-es és 2012-es évadot meg fogják majd határozni ezek a támogatási rendszerek. Reményeink szerint a következő időszakban már egy jól működő, biztos alapokon nyugvó sporttámogatási rendszer, és ezáltal utánpótlásképzés és sporttámogatás lesz Magyarországon. Végül pedig egy számra hívom fel a figyelmüket, előzetes számítás szerint ennek a támogatási rendszernek köszönhetően
20 milliárd forint fog majd a sportba irányulni, ami elsősorban az utánpótlást, a fiatalokat és a jövő nagy sportolóit fogja majd támogatni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megkérdezem, hogy a kormány nevében államtitkár úr kíván-e szólni 10 perces időkeretben Czene Attila. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szót. Hölgyek és urak, már nem látok, de múltkor hölgyeket nem említettem, és megsértettek, úgyhogy... Tehát a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010-es törvény elfogadásával, ugye még tavaly május közepén megalakult új országgyűlés megalapozta a magyar sportfinanszírozás rendszerének átalakulását. Tavaly nyáron elfogadott törvény egyes rendelkezései a személyi jövedelemadóról szóló 95-ös törvény, vagy a hivatásos sportolók és sportszakemberek egyszerűsített adózásának feltételeit biztosító törvény módosítása már ugye tavaly nyáron hatályba léptek, és vannak más rendelkezések, amelynek jóváhagyatási eljárása az EU-bizottság illetékes szerveinek jóváhagyásához kötött, mint ahogy ezt tudjuk. A sport támogatásának a társasági adóról és osztalékadóról szóló 96 évi törvény, az illetékekről szóló 90. évi törvény módosítását érintő részeiről, a NEFMI, az NFM, TVI, az NGM szakértői tavaly nyári sportbarát adótörvény elfogadása óta folyamatos egyeztetéseket folytattak a bizottság érintett hatóságának kijelölt képviselőivel. Ezek az egyeztetések során sikerült megállapodni az állami támogatási szempontú vizsgálathoz kötött, és a bizottsági vizsgálat és jóváhagyás nélkül is magyar hatóságok által indítható elemekről. A hivatalos bejelentés megtételére 2011. április 29-én került sor, és a bizottsággal az egyeztetések formálisan tavaly október 12-én kezdődtek. Tehát a kormányzat érintett tárcai és szakértők mintegy 6 hónap alatt sikerült minden olyan koncepcionális kérdésben kompromisszumra jutniuk a bizottsággal, ami egy új eddig nem ismert Európai Uniós szempontú támogatások vizsgálatával napi szinten foglalkozó kollégák számára is precedens értékűnek minősített komplex támogatási intézkedés bevezetését teszi lehetővé. A brüsszeli hatóságokkal folytatott egyeztetések eredményeként, amint azt a törvényjavaslatban is jól látható, egyetlen támogatásra jogosult szervezeti kör, a hivatásos csapatok, egyetlen támogatási jogcíme, a tárgyi eszköz beruházás vagy felújítás képezi a brüsszeli hivatalos vizsgálat tárgyát. Ezen kívül még a sportberuházások kapcsolódó illetékkedvezmény vár még uniós jóváhagyásra. Az intézkedés tervezett állami támogatást nem tartalmazó elemei, amelyek a bizottsági eljárástól függetlenül hatályba léptethetők, ezek a következőek: utánpótlás nevelés támogatása, szövetségek, hivatásos és amatőrklubok, valamint az utánpótlás neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványok vagy akadémiák esetén. Tárgyi eszközberuházás vagy felújítás, ideértve az ingatlan fejlesztést is, szövetségek, amatőrklubok, közhasznú alapítványok, akadémiák esetén, biztonságtechnikai fejlesztés biztosító ingatlanfejlesztés, a szövetségek, amatőr és hivatásos klubok, az utánpótlás neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványok, akadémiák esetén, illetve személyi jellegű kiadások támogatása, a sportköztestület, szövetségek, amatőrklubok és utánpótlás neveléssel foglalkozó alapítványok, akadémiák esetén, valamint a de minimis támogatásként a hivatásos sportszervezetek esetén is, és hát a képzési, továbbképzési feladatok támogatása valamennyi kedvezményezett esetén. Ez összesen 20 lehetséges támogatási jogcím közvetlen hatályba lépését jelenti. A tavaly nyáron elfogadott sportbarát adótörvényhez képest az előbb említett sportszakmailag kifejezetten kedvező brüsszeli egyeztetési folyamat mellett az egyes támogatásra jogosult szervek által lehívható támogatási jogcímek területén az megállapítható, hogy a tavaly nyári törvényhez képest 9 új jogcím szerint lehet támogatást igényelni a sport, mint stratégiai ágazat fejlesztése érdekében. A 9 új jogcím, mert fogom most majd ismertetni, és azt hagyj emeljem ki, hogy a profi klubok személyi jellegű támogatási lehetőségének brüsszeli korlátozása, egyébként a sport átfogó fejlesztésére, humán erőforrás állományának, vagy az eddigieknél, tehát az állomány eddigieknél magasabb szintre való emelésére tette alkalmassá ezt a rendszert. De ez volt a kompromisszum.
A 9-ből az első a profi szervezetek, úgynevezett, ez a úgynevezett de minimis, tehát támogatott szervezetenként 3 év viszonylatában 200 000 eurót meg nem haladó készpénztámogatási lehetősége. A második a profi kluboknál, aztán a amatőr sportszervezeteknél, szakszövetségeknél, mobnál, mint támogatható szervezeteknél is megteremti a sportági képzés, a továbbképzés feladatainak támogatását, amely egyébként ez a támogatás képzésben és továbbképzésben résztvevő oktatók személyi jellegű ráfordítása mellett többek között a képzésben résztvevők személyi jellegű költségeinek az elszámolását is lehetővé teszi majd. Megjelenik ugye a MOB, mint támogatható szervezet, a sportszervezetek szintjén, bocsánat, itt meg kell említeni, hogy a MOB úgy jelenik meg, mint támogatható szervezet, úgy, mint a személyi jellegű ráfordítások támogathatósága kapcsán. Aztán 7. a sportszervezetek szintjén közvetlenül megjelenik az utánpótlás neveléssel összefüggő költségek elszámolásának a lehetősége. A szövetségi szinten közvetlenül elszámolhatóvá válik majd a személyi jellegű ráfordítások költsége, ami az egységes sportfejlesztési koncepciók elkészítése során válik majd kiemelt jelentőségűvé. És 9. végső soron az önök előtt lévő törvényjavaslat egy másik kiemelt új jogcíme, ez pedig a versenyzéssel összefüggő költségek támogathatósága az amatőr klubok esetén. Ez az intézkedés különösen azért is figyelemre méltó, mert a tavaly nyáron elfogadott törvényhez képest a jelen változatból elmaradt az első és másodosztályú klubokra vonatkozó korlátozás. A versenyzési díjak szövetségeken keresztül igénybe vehető csökkentése a kis egyesületek napi működési és likviditási problémáira is majd megoldást nyújthat. Ezek a változások egyértelműen a társadalom sportaktivitásának növelése irányába mutatnak, és hát nyilván az elitsporton kívül a nagy tömegbázissal bíró amatőr és szabadidős sport fejlesztését is lehetővé teszik. Aztán az elmúlt évtizedekben méltatlanul elhanyagolt sportszakemberi körtámogatását is biztosítja ez az átdolgozott törvényjavaslat, mint a bírók, versenybírók, szövetségi ellenőrök személyi jellegű ráfordításának költségei. Ezek a tételek egyébként a versenyzéssel összefüggő költségek között, tehát a felnőtt amatőr bajnokságokban az utánpótlás nevelés támogatása terhére egyaránt elszámolhatóak. 10 percem van, ugye? Akkor meggyorsítom. Az önök előtt lévő törvényjavaslatban még, ami fontos, a sport közvetett állami támogatását biztosító törvénytervezet, ugye értelemszerűen nem csupán a sport finanszírozási rendszerének átalakítására alkalmas, hanem a kedvező hatásai nem csak az 5 látványcsapat sportágban, hanem más sportágokban is érzékelhetőek lesznek. Ezeknek a közvetlen jellegű hatásai például a készpénz megjelenése, az utánpótlás nevelésben, a sportszakemberek munkájának finanszírozása, a lerobbant sportinfrastruktúra háttér javítása, magasan képzett szakemberállomány biztosítása vagy folyamatos továbbképzése, amatőrklubok napi működésének segítése, új korszerű sporteszközök beszerzése, és hát vannak közvetett hatások is, mint például lesz egy jobb minőségű infrastruktúra a kínálati oldalon, és a keresleti oldal várhatóan majd nagyobb arányban választja a sportot, mint alternatívát. Munkahelyteremtő, adóbefizetést generáló hatások, nagyobb SZIA befizetés, több sportköltés, nagyobb ÁFA fizetés, az ECO bevezetése által a sportgazdaság fehérítése, ez is ilyen cél volt. Aztán a programfinanszírozás megalapozása a közvetlen állami támogatások során, ez is egy közvetett hatás lehet. Ezek az intézkedések gyakorlati érvényesülését a törvény felhatalmazó rendelkezése alapján kiadásra kerülő kormányrendelet fogja tartalmazni. A rendelet meghatározza a látványcsapatsport egyes támogatási jogcímein nyújtható támogatás során elszámolható költségeket, a támogatás igénybevételének részletes feltételeit és eljárásrendjét, a támogatás feltételét képező sportfejlesztési programok jóváhagyásának, a támogatást biztosító támogatási igazolás kiállításának és a támogatási igazolás alapján igénybe vehető egyes jogcímeken nyújtott támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait. Mivel támogatási igazolás kiállításának fontos feltételét képező sportfejlesztési programok benyújtása érdekében ez elengedhetetlen, figyelemmel arra is, hogy a fő szabály szerint a végrehajtási jogszabályt,
a felhatalmazást tartalmazó jogszabály kihirdetésével egyidejűleg kell hatályba léptetni, ezért a kormányrendelet tervezetét a brüsszeli hatóságokkal, az érintett minisztériumokkal és a látványcsapatsportágok országos sportági szakszövetségeivel már több körben egyeztettük, arról törvényjavaslat elfogadásával párhuzamosan döntés születhet. Tehát döntés születhet. A fenti összehangolt intézkedések komplex módon szolgálják közvetlenül az érintett sportágak, közvetett módon pedig az egész magyar sportágazat fejlődését. Ezért a kormány képviseletében a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló TPER 3376-os számú törvényjavaslat tisztelt ház részéről történő elfogadását javasolom, támogatom. Köszönöm szépen, maradt még 3 másodpercen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Természetesen államtitkár úr a vitában részt vehet, tehát nem kellett volna, hogy magába folytja a szót és a papírokat. Szilágyi képviselő jelentkezett 2 percesre, gondolom, hogy a bizottsági vélemények meghallgatása után. Jó, köszönöm. Akkor most bizottsági álláspontok és a megfogalmazódott kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor. 5-5 percben elsőként Hatházi Sándor képviselő úrnak, a sportbizottság előadójának adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! A Sport és Turizmus Bizottság 2011. június 6-án megtárgyalta az előterjesztést, a TPER 3376-os sorszámú előterjesztést, amely ugye az elmúlt esztendő nyarán elfogadott törvényhez illeszkedik. Az adótörvények 2010 nyarán elfogadott módosítását követően a látvány csapatsportot, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong támogató adózó a támogatási igazolásban szereplő összegig társasági adókedvezményt, illetve illetékkedvezményt vehet igénybe. A tervezett intézkedések közül azok, amelyek az uniós szabályok alapján úgynevezett állami támogatásnak minősülnek, az Európai Bizottság jóváhagyását követően léphetnek hatályba. A bizottsági engedély megszerzése érdekében 2010. októberében tette meg Magyarország az előzetes bejelentést, amelyet 2010. december 1-én és 2011. márciusában írásbeli szakértői kapcsolattartás keretei között a felek többször konkretizáltak, majd 2010. decemberében és 2011. áprilisában személyes egyeztetésre került sor a magyar hatóságok, úgy mint a NEFMI, NGM, NFMI, NFM, támogatásokat vizsgáló iroda és a verseny főigazgatóság illetékesei között. A bizottsági informális egyeztetések eredményeként megállapítható, hogy szükséges az intézkedéscsomag módosítása annak érdekében, hogy a bizottság azt jóvá tudja hagyni. Ezért került sor lényegében a javaslat benyújtására is. A szokásos európai bürokrácia időintervallumát tekintve egyébként ez egy rendkívül gyors és eredményes eljárás volt, amelynek lezárásaként az Európai Bizottság tulajdonképpen az akkori törvényjavaslat körülbelül 90%-át jóvá hagyta. Apróbb módosítások nyilvánvalóan történtek, elsősorban a támogatás intenzitás tekintetében, hiszen ha még emlékeznek képviselőtársaim, szerettük volna azt, hogyha az utánpótlás nevelési támogatás 100%-os lett volna. De miután az Európai Unió kifejezetten azt szorgalmazza, hogy minden támogatás úgy kerüljön megítélésre, hogy mellette önerő is van, ezért a mostani javaslatban már 90%-os intenzitást szerepeltetünk. A másik a létesítményfejlesztési támogatás, ahol korábban 80%-ot szerettünk volna támogatási célként előirányozni, itt is az Európai Bizottság kérésére ezt vissza kellett csökkenteni, itt 70%-ot tartalmaz a javaslat. Számos helyen történt még módosító javaslat, és azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat most már valóban alkalmas arra, hogy a sport támogatás alapját képezze, és elindulhasson egy egészséges fejlődés a sport területén is. A bizottsági ülésen természetesen voltak olyan vélemények, amelyek az elért eredményeket a tárgyalásokon, elért eredményeket nem tartották elégségesnek,
Illetőleg nyilvánvaló, hogy voltak olyan, vagy vannak olyan szándékok, hogy a támogatotti kört terjesszük ki, például a Magyar Olimpia, vagy az olimpiai mozgalom sport ágaira, azonban jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy a források koncentrálása, fókuszálása szükséges, és nyilvánvaló, hogy a tapasztalat